Hát mi a feleségemmel 2004-ben házasodtunk, akkor Újpesten laktunk egy családi házban. Ő itt Somodi Imre. Hogyha valaha ittál már plusz pesgő tablettát, akkor azt neki köszönheted. A 90-es évek leges legelején rögtön ennek a vállalkozásnak köszönhetően a gazdasági elit egyik meghatározó figurája lett. Majd számos üzleti vállalkozás és cég után a pénz által vezérelt világtól megcsömörlött és most a Gödöllői Domság lankái között él, békességben a családjával. A mai vlogban ő meséli el ennek a páratlan modern kúriának a történetét. Három gyerek az már sok volt, egy nagyon gyorsan, és úgy döntöttünk, hogy ki kellene költözni. Én korábban ezen a területen dolgoztam egyrészt Veresegyházon, be, mint üzletember, másrészt pedig egy ilyen társadalmi programba sokat jártam itt Vácegres környékén. És azt mondtam, hogy egy olyan területre szeretnék, ha még egyszer építek házat, építeni, ahol, ahol nem kell attól félnem, hogy beépítik a környezetemet. És ezért kerestünk, hogy úgy mondjam, egy domboldalt, ahol, ahol ez biztosítva van. In the house and in the ez A terület, ami itt látszik, ez az egész 50 éves galagonya bokrokkal volt tele, tehát itt ez az egész egy áthatodaltatlan dzsumbúj volt, viszont a egy lefele is, és úgy gondoltam, hogy ha ezt a területet meg tudjuk venni az önkormányzattól, akkor itt biztosítva van az a távlat, ami szükséges. És akkor azt mondtuk én, nekem ez az ötödik házam, amit építettem, és azt mondtam, hogy ezt szeretném, ha maradandó lenne. ezért kiírtunk egy országos pályázatot, hogy milyen lehet a 21. század vidéki udvarháza. Mert azt már láttam, hogy akinek sok pénze van, az kastélyt akar építeni, értelmetlen nagyot és csicsásat. Viszont azon gondolkodtam, hogy az udvarház az arról szólt, hogy az ember ott él, és gazdálkodik is valamennyire, tehát hogy szervesen abban a környezetben akar élni. És ezért végül is a Kis Péter építésznek a műterme nyerte el ezt a versenyt, és azt mondtuk, hogy egy olyan udvarházat építünk ide, ami a természetbe illeszkedik amennyire csak lehet, de ugyanakkor a legújabb technológiákat képes felhasználni, hogy olyan legyen, amilyen nem tudott lenni annak idején egy épület, azért mert nem volt technológia hozzá. De azt szerettük volna egyik oldalról, hogy a természetet visszaállítani abba az állapotában, amiben nagyon régen volt, ami azt jelenti, hogy ez egy legelő terület volt, itt a falunak a legelője, domboldala volt, állatokat tartottak. Extenzív terület, ami azt jelenti, hogy most is állatot tartunk, még sokat rajta, hogy úgy mondjam, egy nagyon természetes, egyszerű kert. És ebbe, itt a domb tetején, ugye azt mondtuk, hogy ez az épület, ez minimálisan emelkedjen ki a területből, tehát amikor az ember bejön hozzánk, akkor tulajdonképpen azt látja, hogy egy pici, fölszintes ház, miközben ez nem annyira pici és két szintje van, sőt egy harmadik gépészeti szint, és ezt az épületet úgy tervezte meg a tervező, hogy a teteje is olyan, mint egy tojásé, amit így fogalmaztunk meg, amit a lágy tojásról így leemelünk, hogy egy picit kimegy, de, de ugyanakkor minimálisan és a színvilága és a kinézete is szeretett volna minél inkább épülni, hogy úgy mondjam, a természetes közegbe. Ezért van az, hogy lent látszik a két szint, ahol kinézünk a, a déli-nyugati irányba az ablakokból, és ahol bejön a vendég, ezen az oldalon minimális az épületnek a kimagaslása a technológiailag, ami a 21. század az épületben, az a nagyon masszív szigetelés, az óriási ablakok, ugye, tehát, hogy tulajdonképpen ez a bent is, kint is egyszerre megéljük, hogy nem baj az, hogyha az üveg elválaszt engem, de olyan érzésem van, mintha kint lennék akkor is a természetből, és mindenünnen látom ezt a csodálatos természetet, ezt, ezt szerettük volna megvalósítani, és Amsterdamba jártunk annak idején, mert a Diófa padlót ott vásároltuk egy, egy specialistától, és ott láttuk meg a, ezt a tégla burkolatot, amivel végül is a házat burkoltuk, ami ami ott egy, egy nagyon szép múzeumnak a, a, a fala volt, és tulajdonképpen ezzel alakult ki az a látvány az épületnek, amit ma is itt van. Még mielőtt bemennénk az épületbe, szerintem itt kint még azért lenne pár dolog, amit érdemes lenne megemlíteni. Az egyik az út, ami ide bevezet, és gyakorlatilag így kacskoringózik a ligeten keresztül, illetve itt egy kicsit jobb kéz felé, vagy nekem jobb kész felé, magát az úszótót. Tervezővel mi egy nagyon, nagyon szoros kapcsolatban voltunk, és, és ez valóban az ő gondolata volt, hogy, hogy ha jön egy vendég, akkor őt nem meglepetésszerűen kell szembesíteni egy épített modern épülettel, hanem azt az élményt kell megadni neki, hogy amikor bejön, akkor először a természetre csodálkozzon rá, és tulajdonképpen mellékesen az épületre. És ezért a hátam mögött, ugye ezen az úton, az erdőből felbukkan az autójával, és előtte látja ezt a tavat, és ezt a fantasztikus, szinte ilyen toszkánai, látképet, tájat, és csak így oldalról vesz észre, hogy igen, oda megyek. Tehát ez volt akkor az elképzelés, és így lett az út megépítve, és így közelíthető meg az épület. Másik oldalról pedig azt mondtuk, hogy ha mi a természetbe akarunk minél több időt tölteni, akkor, akkor egy olyan tavat létesítünk itt, aminek volt technológiai oka is, mivel hogy nagyon sok földet kellett kiemelni itt a helyszínen, hogy, hogy legyen egy szépség, legyen egy természeti érték, hogy párásít, ugye, főleg ezekben a meleg nyarakban, viszont a gyerekekkel tudjunk úszni benne, és vannak halak, tehát akár horgászni is lehet, amit a gyerekek főleg fiatalkorukban szerettek. Hogy itt a Tóparton nyáron végignézni, ahogy a nap bemegy a, a gödölői dombság mögé, én, én úgy gondolom, hogy mi soha nem vágytunk, hogy külföldön éljük meg ezeket a pillanatokat. Nagyon idegen volt a, a, család számára, hogy, hogy tulajdonképpen mennyire le kellett pusztítani ezt a területet ahhoz, hogy itt létesüljön valami, és beraktuk ezeket a csenevész fákat, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy ma 14 év után a legnagyobb érték úgy gondolom ezen a területen az, hogy 20-25-30 éves csodálatos fák vannak ebből. a több mint négy hektáros területbe itt fent, ami a épített része az egész birtoknak. Tervezői koncepció volt, de inkább a család részéről ragaszkodtunk hozzá, hogy a, egyrészt látható, hogy bemegy az ember az előtérbe, és másik oldalon, mintha kiesne a természetbe, ugye? Tehát, hogy ez az egész egy átlátszó üveg. Kubus egy ilyen tégla test, amiben belépünk, hogy tényleg a természet maradjon ott. Másik oldalról pedig ez a előtér szétválasztja a közösségi részét az épületnek, ami két ilyen téglában testesül meg, és a harmadik tégla itt pedig a privátszféra. Tehát mindenképpen azt szerettük volna, hogyha vidéken vagyunk, hozzánk jönnek vendégek, adott esetben sokáig maradnak, esetleg itt is alszanak, de az a rész, ami a gyerekeké, ami a mi privát részünk, az teljesen zárható, elszeparálható legyen. Úgyhogy az van a bal és itt a jobb oldalon van az a része, ahova normál esetben ugye a vendégeinket fogadjuk, és ahol nyilván a család is az idő többségét tölti. Itt vagyunk a közösségi térnek az egyik részében, mert ugye ez a konyha és az étkező, de a hátad mögött lehet látni a nappalit is. Erről mit lehet tudni? Igen, itt egyrészt érzékelhetők ezek a ultra nagy nyilázzárók, ugye, tehát azt szerettük volna egyik oldalról elérni, hogy a ház vidéki helyszínként alkalmas legyen arra, hogy akár 30-40 embert is lehessen fogadni. Az előtér a étkező, a nappali, a könyvtár, ezek együttesen minél inkább egy, egy, közösségi térként is értelmezhetők legyenek. másik oldalról szerettük volna ezeket elszeparálhatóan kezelni. Mögöttem ugye a konyha van, ami egy nyitott konyha, és ennek következtében csak a elsősorban a család számára működik, mint főző helyszín. Hátul van egy ipari konyha, hogyha vendégek vannak. És a nappali vonatkozásában pedig azt alakítottuk ki, az volt a terv, hogy olyan legyen, mintha kint ülnénk a, a, egy téli kertben, vagy akár a szabadban is, tehát mind a három oldala. A háznak a technológiáját tekintve, annak idején, amikor ez 2007-ben épült, akkor azt lehet mondani, hogy egy kifejezetten modern technológia volt. De mi nagyon fontosnak tartottuk a az, hogy ez egy betonszerkezet, amiben a fűtés-hűtés az be van építve, hogy egy nagyon magas minőségű ugye, kanadai dió burkolat van, két centi vastag fa felülettel, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy az örök életre törekedtünk ezekkel az anyagokkal kapcsolatban, és igyekeztünk a, az egész háznak a a kialakítását örökérvényűen megcsinálni. Tehát például a beépített égők, tehát a világítás, ami, ami dimmelhető, illetve különböző módon alakítható, hogy a helyszíne úgy legyen megvilágítva, ahogy adott esetben ezt szeretnénk megélni. Fal szerkezetet úgy alakítottuk ki, hogy ez egy 50 centi vastag fal, mégpedig ebből van, ahol a nagy része az épületnek az 30 centi vastag beton, öntött beton, ebbe van a gépészet elhelyezve, van, ahol a kisebb részben tégla ö, ö, épületről van szó, szigeteléssel, és ahogy látszik kívülről van ez a újabb tégla burkolat, ez adja az 50 centit, és belül pedig azért, hogy ez egy egységes épület legyen, ezek a téglatestek, ezek menjenek végig látványként is, Ugye ezért a 30 centis falon belül van még egy dupla gipszkarton burkolat, és közt egy, egy lég szigetelés, tehát ilyen értelemben alakul ki ez a, ez a szokásosnál jóval szélesebb belső fal burkolás is. Megérkeztünk a nappaliba, amiről már beszéltél. Itt viszont ki is lehet lépni az erkére közvetlenül, és említetted, hogy ennek az volt a célja, hogy egyben legyetek a környezettel, és olyan legyen, mint hogyha egy téli kertben ülnétek. Tehát egyik oldalról van ez a üvegfalla bezártság, ugye, amit meg lehet élni akkor, amikor az ember bent van, rosszabb az idő, és ugyanakkor mindkét oldalon a falaknak a ugye 50 át el lehet tolni, és akkor ezek kinyílik a két teraszra, nem csak olyan értelemben, hogy a levegő mozgást itt bent átéljük, de abban a szempontból is, hogy a két teraszt szervesen bele lehet építeni egy vendégfogadásra, egy alkalomra, hogy nem bezártan ezen az egy területen kell megélni az eseményt. Nekünk a kis terasz, ami a tájat mutatja, az gyakorlatilag a vacsorának, a hétvégi reggelinek a legkedveltebb helyszíne. Mindenki el tudja képzelni, hogy jól tudja érezni magát ott. Itt a dolgozószobában nem lehet elmenni emellett a fal mellett, ahol különböző kerámiák vannak, amiknek ráadásul nem is átlagos történetük van. Több szempontból nem átlagos, tehát maga a kerámia, amit itt látunk, az szerintem az egyik leggazdagabb gyűjtemény, talán ezt lehet mondani, olyan kínai porceánokból, amiket a vietnámi tengerbe elsüllyedt hajóból mentettek ki, ilyen 1700-as évekből származik, és nagyon jól látszik, ugye, hogy ennyi idő alatt a porcelánt, az gyakorlatilag a korallok, hogy úgy mondjam, megeszik, és így szervesen beleépülnek a porcelánok a, a, a tenger fenékbe. És maga, hogy miért került ide, az pedig az, hogy Farmavit üzletbe az egyik legfontosabb piacom az Vietnám volt, érdekes módon. Sokat jártam ott, de nem is tudtam, hogy ilyen porcánok vannak, de itthon meg, amikor épült a ház, akkor, akkor egy szakember ajánlotta, hogy nem akarok e mint Vietnám, hogy mondjam, Vietnám szerető ember ezzel foglalkozni, és a feleségemtől ezt kaptam a 50. születésnapomra, és a tervezés során ugye be tudtuk építeni, hogy a könyvtárnak a meghatározó fala az ezekkel a tárgyakkal legyen, emlékül kirakva, tehát ez ennek a történetem. És egyébként ez egyetlen egy hajóról, vagy különböző hajó? Ezt, ezt én nem tudom megmondani. Ami nagyon izgalmas még benne talán, amit én el nem tudtam képzelni, hogy a 1700 es években holland kereskedők kínai embereket, keramikusokat meg tudtak bízni, és meg is bíztak abban, hogy holland mintás kínai porcelán csináljanak, mert ezekből a közebről megnézzük, akkor jó pár az, nem tudom én, a holland fapapucs rajta van, vagy különböző ilyen dolgok, mert ugye otthon, abban az időszakban ez egy aránylag komerciális, normál dolog volt, hogy olcsó kínai porcelánt a, mondjuk az, hogy a közép réteg az magának beszerzett nagy épületnél is az mindig egy kérdés, hogy az ember az egyik helységből megy, a másikba megy tovább, 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 meg különböző funkciókat különböző épületrészekbe raknak bele, és mi azt szerettük volna elérni, hogy, hogy ez, a, ez a rész, ez minél több funkciót tartalmazzon, és úgy lehet kialakítva, és talán ez érzékelhető, hogy ez alapvetően egy könyvtár, hogy lehet itt olvasni, és ez az egész úgy néz ki, mint egy normál könyvtár, ha lehet ezt mondani. Másik oldalról viszont leburkolva a falakban, a rácsos rendszerbe, illetve itt mögöttem is, fiókokba elhelyezhető minden olyan dolog, ami viszont egy irodában szükséges, mert mi úgy döntöttünk, hogy nem akarunk Pestre járni irodába, hanem szeretnénk kint, kint ezeket a dolgokat elintézni, tehát ezért van egy nagy asztal, ahol négy embernek a munka helye ki van alakítva, és ezért van, hogy mindenfajta dokumentum, iroda, a szagú dolog, az viszont el lehet dugva, láthatatlanná téve, hogy ne úgy érezze az ember, hogy egy rideg irodában van, amikor vendégeket fogad. A harmadik funkció, ami adta magát abból, hogy egy lépcsőzetes kialakítás van itt, hogy falba beépítettük a kémény részbe a vetítőt, és a menyezetből pedig le lehet engedni egy vetítővásznat, és így tulajdonképpen vendégeknek vagy a család számára is egy audiovizuális központként tud ugyanez a helyszín funkcionálni, tehát lehet filmet nézni, sportot nézni, vagy éppen bármi mást a a social médiában, hogy szokták mondani. Nekünk az látható itt, hogy, hogy szintén ez, a, ez, a, ez az élmény legyen meg a mindennapi munka közben is, hogy rálátunk egyrészt a birtokunkra, másrészt pedig ezt a távlatot, ezt a csodálatos természetet, amit körülvesz bennünket. Megérkeztünk a szülői hálóba, és itt a fénypászmák azok árulkodnak arról, most van délután kettő óra, hogy dél az merre található, hogy szinte majdnem teljesen déli tájolású maga az ingatlan, mert hogy a dolgozó Igen. és a nappal is ugyanebben az irányban néz. Mit lehet tudni magáról a hálószobáról? Építészetileg úgy lett kialakítva, hogy a, a hálónak a, ez a része, ez a levegőbelúg, ugye, tehát mind a könyvtárnak, mind a hálónak a vége az így kitekint, és tulajdonképpen távolról, mint két nagy szem, ez a száz üveggel befedett fal, ugye ezt mutatja, amivel azt akarta a tervező is jelezni, hogy, hogy szeretnénk beinni magunkba a természetet, a fényt, a, a, azt a világot, ami körülvesz bennünket. A másik oldalról, hogy legyen a, a hálószoba klasszikus módon egy olyan helyszín, ahol ahol ugye este nyugodtan lehet kényelmesen olvasni, és ugyanakkor maga a, a szülői háló rész a fürdővel és a gardróbbal az teljesen szeparálva van, nem csak a, a, a többi élettértől, de a gyerekektől is. Tehát ezért nincsen például a, a hálószobánkon ajtó, mert ez az egész rész úgy gondoltuk az a privátszféra, amit a feleségemmel élünk meg. Itt vagyunk végre a wellness részlegen. Azt lehet tudni, hogy ez egy 15 méteres medence, ami folyamatosan mélyül a közepéig. De mik vannak még itt? Kétségkívül ez a legfontosabb része. A fiam az úgy tűnt, hogy versenyszerűen úszik, és tényleg nagyon jó eredményeket ért el annak idején. Ez is egy szempont volt, amikor ekkora medence épült ide. És a együtt ugyanakkor szerettük volna azt elérni, hogy akár a barátokkal, a gyerekek, a barátaikkal együtt itt tudjanak értelmesebben időt tölteni, mint hogyha máshol tennék. Nekünk itt ehhez van még egy olyan szauna, ami normál szaunaként és infraszaunaként is működik, nyilván öltöző és tusoló, és azok a gépek, amik azt gondoltuk, hogy a itthoni testedzéshez feltétlenül jó, ha vannak, talán lehet így fogalmazni. És ebben a lenti részben van még egy vendégapartman, hogyha valaki itt kíván megészakázni egy vendéglátás után. Ugyan azt mondtad, hogy a wellness részleg az egyik legfontosabb rész, de lehet, hogy akik nézik ezt a videót, azok azt fogják mondani, hogy ez itt a legfontosabb rész. Itt vagyunk a Boros pincében. Igen, én amikor Költöztünk, akkor akkor azt gondoltam, hogy a borgyűjtés is egy ilyen vidéki helyszínen egy fontos dolog tud lenni, és én tényleg nagyon szerettem, és hittem, most is hiszek abba, hogy a magyar bor el tud jutni olyan szintre, hogy érdemes befektetésként is bort tárolni, tartani. Ezért létesült ez a mondjuk azt, hogy az átlagnál sokkal nagyobb borpince. Itt azt hiszem, ha jól emlékszem, olyan 2500 üveggel, üveget lehet elhelyezni. Ami, ami számomra egy csodálatos történet megint, hogy, hogy milyen jó csapattal dolgoztunk, hogy képzeld el, hogy ez, a, ez, ha jól tudom, akácfából van, de ez kézzel lett itt a helyszínen összetűzve, ugye? Tehát, ha megnézed, ez minden egyes ilyen léc, deszka, ez az egész itt lett megcsinálva, hogy akar nem se lehetne innen elvinni, és, és ráadásul tényleg úgy végig lett gondolva, hogy nem visszintbe vannak a deszkák, hanem egy picit döltve, hogy a borra dugóra ráfoljon. Tehát, 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 csodálatos élmény volt ennek az egésznek a kialakítás, hogy végiggondolni, hogy mennyit akarsz üvegesen tárolni, mennyit akarsz dobozba, extra méretűeknek legyen hely egy fel, tehát hogy bontani lehet, itt csap van, hogyha, hogyha itt az ember valamit meg akar kóstoltatni, vagy valakivel meg akar szakértetni. Úgyhogy nekem tényleg akkor ez egy, egy óriási élmény volt. Ma nem tartom annyira központi dolognak az életemben, de szerintem, aki, aki a bort szereti, az tudja ezt értékelni, ahogy te is mondtad. És végre körbeértünk az ingatlanon, Nyilván nem véletlenül vagyunk itt, mert hogy mi el fogjuk adni ezt az ingatlant, viszont a te mi lesz a következő lépés? Hát mi már évekkel ezelőtt abban állapotunknak a feleségemmel, hogy nem szabad, hogy ez a helyszín és ez az épület, ez egy ilyen, hogy mondjam báványá váljék az életünkben, és elhatároztuk, hogy mi nyitva vagyunk arra, hogy értékesítsük, ezért vagytok itt. Ugyanakkor azt mondjuk, hogy boldogan élünk itt, még akármennyi ideig, de ugyanolyan boldogan vágunk bele egy újabb olyan kalandba, hogy úgy mondjam, az életünkbe, amit csak akkor akarunk konkrétizálni, amikor ez az adásvételt befejeződött. Ha nem, akkor pedig itt fogjuk az életünket boldogan élni. Köszönöm Imre, hogy megmutattad nekünk. Köszönöm a lehetőséget.